gondolni, és ezt tartani fogjuk magunkat. Viszont meg egyébként, hogy megosztam önökkel azt az örömet, amit szerintem mindannyian éreztünk, hogy gyakorlatilag egy fal ledőlt azzal, hogy leültünk egymással, és beszéltünk olyan dolgokról, amikről szerintem sokkal korábban is lehetett volna, meg kellett volna beszélni, de minden esetre most ez az alkalom megtörtént, és mostantól kezdve ugye megállapodtunk abban, hogy több egyeztetés lesz, hogy magam részéről azt tudom mondani, hogy a következőkben is azt remélem, hogy ilyen konstruktív hangulatban és konstruktív szándékkal fogunk tudni egymással dolgozni. Kérdésekre, amire nem fogunk tudni érdemben válaszolni. Ki volt ott az asztalnál? Jobbik, DK, MSZP, P, LMP. Melák Tamást is meghívtuk, de ő jelezte, hogy egyetemi elfogadtság, amiért nem tudsz részt venni ezen a mai ülésen, és mivel egy orszervezésről volt szó, azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadható. És mennyire voltak nyitottak a többiek? Teljesen konstruktív beszélgetés volt. Több javaslat is volt, tehát többen konkrét javaslatokkal érkeztek, és abszolút erről esetleg ezeket a különböző dilemmákat, kérdéseket vettük végig. De hogy ez mire terjed ki ezek a javaslatok, a konkrétumok nélkül, tehát hogy a frakciók munkájára, vagy előterjesztésekre? Eredményesen vagy... akarunk dolgozni a magyar választópolgárokért. Köszönjük szépen! Igen? A választások után ez a korábbi látva az összefogás sikertelenségét? Azt gondolom, hogy egy nagyon konstruktív megbeszélés volt, és fontos is volt, hogy ez megtörtént. A korábbi dolgok is előkerültek, beszéltek a... Kifejezetten az optimizmus szellemében állok ön előtt és mindenki előtt. Ez egy nagyon fontos találkozó volt, és nagyon jó, hogy ez úgy zajlott, ahogy zajlott, és én azzal dolgozom, és az lesz most nekünk a fő feladatunk, hogy ez így is menjen tovább. Csak a parlamenti politizálásról volt szó, vagy másról is? Szerintem a parlamenti politizálást nem lehet elválasztani másfajta politizálástól. Közélet van és politika van, és ennek vannak eszközei.